Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr! Ukrajna az Európai Tanács döntésének értelmében az Európai Unió tagjelöltjévé válhatott mindenféle feltétel teljesítése nélkül. Arról az államról beszélünk, amely egy törvényben betiltotta az orosz zenét, az orosz nyelvet, orosz könyveket, és a kultúra megsemmisítésének ilyetén szándékával eddig csak a tálibok által uralt területeken találkozhatunk. Ehhez hasonló kollektív megbélyegzést alkalmaz egyébként az egész nyugati világ a sport területén, amikor is a nemzetközi sportszövetségek rendre büntetik az orosz sportolókat a kollektív bűnösség elve alapján. De nekünk magyaroknak talán mégis az fáj a leginkább, hogy egy olyan államról van szó, amely a kárpátaljai magyarok jogait is évtizedek óta sárba tiporja. Erre mit tesz a magyar kormány? Beáll a sorba, és Orbán Viktor is megszavazza, hogy Ukrajna az Európai Unió tagjelölt országa legyen. Önök ahelyett tették ezt, államtitkár úr, hogy felhívták volna a nemzetközi közvélemény figyelmét mindezekre, amelyekről az imént beszéltem, ehelyett egy soviniszta állam tagjelöltségét szavazták meg. Az, hogy az Európai Unió kettős mércét alkalmaz, azt már megszokhattuk, hiszen például Magyarországgal szemben is nyakra fűre indítják a jogállamisági eljárásokat, de Ukrajnának minden jogsértése felett szemet hunytak ebben az esetben is. Az a kérdésem, államtitkár úr, hogy miért nem léptek fel határozottabban a kárpátaljai magyarok érdekében a nemzetközi fórumokon, illetve miért nem tiltakoznak az Európai Unió kettős mércéje ellen ebben az esetben is? Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen. Megadom a szót Magyar Levente államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, kedves képviselőasszony. Más sem csinál a magyar kormány Ukrajna és Kárpátalja vonatkozásában 8 éve, mint kiáll minden nemzetközi fórumon a lehető legerősebb hangnemben a kárpátaljai magyarság megcsorbított jogainak visszaállítása érdekében. 2014-ben indult el az a folyamat az ukrajnai forradalommal, amely ahhoz vezetett, hogy Ukrajnában drasztikus módon korlátozni kezdték a kisebbségi jogok érvényesítését. Nyilvánvalóan ebbe beleesett a magyar kisebbség is. Felháborító jogsérelmeket szenvedett el ez a nemzeti közösségünk, és ennek megfelelően, miután külpolitikánknak sarokpontja és vezérelve a külhoni magyarság jogainak megőrzése és életfeltételének javítása, magyar kormány rendszerint még egyszer minden adandó alkalommal a leghatározottabb hangnemben közölte elvárásait Ukrajna iránt ebben a vonatkozásában, és hívta fel a nemzetközi partnerek figyelmét mindezen jogsértések orvoslásának a szükségességére. 2022 elején azonban egy drámai fordulat állt be a világpolitikában, Ukrajna vonatkozásában, Ukrajna központusággal. Nevezetesen kitört az orosz-ukrán fegyveres konfliktus, ami a mi mozgásterünket is egy egészen más dimenzióba helyezte, és a prioritásokat is átrendezte. Jelenleg a legfontosabb feladat a Magyarországnak Ukrajna vonatkozásában az ide menekülők megóvása és a kárpátaljai magyarok biztonságának a szavatolása. Ezért születtek olyan döntések, például a fegyverszállítások vonatkozásában, de sorolhatnék további intézkedéseket is, amelyekről leri, hogy elsődlegesen és a kárpátaljai magyar közösség szempontjai szerint kerültek meghatározásra. Tehát azzal vádolni a kormányt, hogy nem tesz meg minden kárpátaljai magyar kisebbség érdekében, azt gondolom, hogy időszerűtlen. A kárpátaljai kisebbség a legfontosabb szempont, amely szerint Ukrajna politikáját meghatározza a kormány. Na most háború van, most az elsődleges feladatunk nekünk is, mint az egész nemzetközi közösségnek az, hogy a béke érdekében minden nemzetközi erőfeszítést elvégezzünk, és ha egyszer beáll a béke, akkor majd előveszük azokat az ügyeket, amelyeket nem sikerült a háború sajnálatos kitöréséig elrendezni Ukrajnával. Köszönöm. Köszönöm, államtitkár úr. Egy perces viszont válaszra van lehetősége a elnök asszonynak. Tisztelt államtitkár úr, egy konkrét kérdést tettem fel egy konkrét esettel kapcsolatban, nevezetesen Ukrajna tagjelölti státuszának a megszavazásával kapcsolatban, amelyet önök úgy tettek meg, hogy önök is tudják, az Európai Unió is tudja, és Ukrajna is tudja, hogy Ukrajna úgy vált tagjelölté, hogy bevallottan nem teljesíti például a kisebbségvédelemben azokat a feltételeket, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy valaki tagjelölté váljon. Akkor minek vannak ezek a feltételek?
Ráadásul rendkívül veszélyes kinyitni ezt a lehetőséget, hogy bárki tagjelölté, urambocsák, később akár taggá váljon, úgy, hogy az Európai Unió szemet húny a fölött, hogy például a magyar kisebbséget évtizedek óta jogi terrorban tartja ez a soviniszta állam. Nem igaz, államtitkár úr, hogy önök mindent megtettek, önök ismételten elszalasztottak egy lehetőséget a kárpátaljai magyarok védelmének érdekében. Én azt remélem, hogy többet ez nem fog előfordulni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy perces viszont válaszol a lehetősége államtitkár úrnak is. Tisztelt államtitkár asszony, miután, ahogyan említettem az iménti válaszomban, Magyarország, a magyar kormány kárpátaljai politikáját az ukrajnai magyar kisebbség helyzete határozza meg. Ebben a vonatkozásban is az ő érdekük mentén döntöttünk. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy a tagjelölti státusz megadása Ukrajnának szolgálja a kárpátaljai magyarság érdekeit is, a végveszélybe került kárpátaljai magyarság érdekeit is. Ezen felül, amikor ön az oroszok által elkövetett, amikor az ukránok által elkövetett kulturális bűnökről beszél, akkor azért tegyük hozzá, hogy Ukrajna ellen egy az ukrán nemzet identitását megsemmisíteni célzó háború zajlik. Tehát legyünk, azt gondolom, egy kicsit kiegyensúlyozottabbak, és az ukránokkal szemben korrektebbek ebben a vonatkozásban. És még egyszer, a háború írja fölül a prioritásokat, a jelenlegi prioritása a béke mielőbbi helyreállása, helyreállítása, ehhez való hozzájárulásunk, és utána vesszük elő a kétségtelenül függőben maradt, elvaratlan kérdéseket, amelyek nélkül Magyarország nem fogja tudni támogatni Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Egy tagjelölti státuszról beszélünk, és a teljes tagság elnyeréséig Ukrajna előtt még egy kínos, nagyon hosszú és nagyon keserves út áll, amelyben minden feltétel teljesítéséhez ragaszkodni fogunk.